A mesemalom. A fák árnyéka már nyúlni kezdett, amikor Móric a diófa alatt magához tért délutáni álmából. Arra ébredt, hogy egy közeli szempár szegeződik rá, melyből olyan szomorúság és elhagyatottság áradt, hogy majdnem hálójába ejtette a fiút. De csak majdnem, mert Móric gyorsan összegyűjtött magában minden kisebb derült, és felült, hogy szemügyre vegye látogatóját. Egy csontra aszott, rühös, kóbor kutya állt előtte. Hát téged honnan szalasztottak, te szegény? Mormogta a kutya látványától megindultan Móric. A kutya csak igézte mozdulatlanul. Móric elővette maradék kenyerét, és eléje dobta. A kiéhezett állat reszketve vetette rá magát a kenyérdarabkára, mohón evett, majd a fiú lába mellé telepedett. Móric éppen lehajolt, hogy megsimogassa, amikor lába mellett egy frissen vágott fűzfa vesszőt pillantott meg. Kezébe vette, és jó nagyot suhintott vele. És ekkor kertjében, pont azon a helyen, ahol állt, egy bővízű forrás fakadt. A víz üde csörgedezéssel vájt a medrét, pár perc múlva már jókora patak lett belőle. Móric csak ámult-bámult, aztán gondolt egyet, és egy gátat épített a patakra. A gát fölött a víz tó méretűre terebélyesedett. Kis idő múlva Móric gondolt még egyet, és úgy határozott, hogy a patakra egy malmot is telepít. Össze is hordott a környékről minden kődarabot, kidőlt fát, amit csak talált. Nőtt a malom napról napra, Móric malomkereket kerített, tetőt ácsolt, a kutya vígan csaholt a nyomában.
Amikor teljesen elkészült és beindult a malom, Móricz észrevette, hogy a garat magába szív minden szót, hangot, zörejt, ugatást, ami elhangzik közelében. A malomkerék pedig forgás közben sosem hallott mesékké fűzi mindezeket, és a meséket a patak ámító csacsogással ragadja magával. Móricz és a kutya a parton ülve hallgatták a meseárt. De a malom egyszer csak kifogyott a szóból, és Móricz nem győzte szóval egymagában. Elhatározta hát, hogy bejárja a környéket, és összegyűjt minden valamire való hangot, szót, mondatot. Kamrájából, pincéjéből összeszedte üres zsákjait, és elindult kutyájával vándorútra. Amint beértek a legközelebbi faluba, Móricz ráköszönt az első szembejövőre. Adjon Isten jó napot, bátyám uram! Álljon meg egy szóra! Vágott bele Móricz a közepébe. Beszéltek mindenféléről. Szó szót követett addig, amíg több zsák is megtelt kanyargós mondatokkal, tréfákkal, adomákkal. Aztán Móricz elnézést kért emberünktől, hogy olyan hosszú ideig szóval tartotta, és elköszönt tőle. Elégedetten ballagtak tovább, még egy fényes portán akadt meg a szemük. Móricz bekopogott az ajtón, és éppen köszönésre nyílt volna szája, amikor az ajtót nyitó, komor tekintetű háziasszony se szó, se beszéd becsapta előtte az ajtót. A házigazda épp a pincéből bújt elő, amikor szemtanúja volt a barátságtalan jelenetnek. Elnézését kérem! Mentegetőzött szégyenkezve sírós hangon a kis ember. Ilyen rossz természete van a feleségemnek. Hiába próbáltam megértetni vele, hogy a kedves beszéd gazdáját dicséri. Csak pusztába kiáltott szó minden, amit neki mondok. Nem te semmit, szóra sem érdemes, felelte Móricz, és magára hagyta az óbégató öreget. Szótlanul folytatták útjukat. A kocsma előtt a kutya hegyezni kezdte fülét. Bentről lárma, hatalmas szócséplés hallatszott. Móricz belépett a kutyával a füstös helyiségbe, és rendelt egy pohár friss mustot. Amíg iszogatta a habos italt, úgy teltek zsákjai dicsekvéssel, hencegéssel, síránkozással, érzelgős vallomással, hogy alig győzte nyitogatni szájukat. A kutya mellette üldögélt. Ekkor a szomszéd asztalnál ülő, hangoskodó fiatalember kötekedni kezdett Móriczzal. Gúnyolt a zsákjai és ágról szakadt kutyája miatt, ám belé is fagyott a szó azon nyomban, mert az ebb egyet vicsorított, szájával kikapta kezéből boros poharát, s tartalmát a sértegető arcába locsintotta. Móricz gyorsan bekötötte a zsákok száját, és intett a kutyának, hogy indulhatnak. Tovább haladva egy iskolához értek. Itt aztán bőven akadt zsákolni valójuk. A folyosókon csak úgy úszott, kavargott az osztálytermekből kiszüremkedő tananyag. Egy nyelvtanóráról meg egyenesen szétválogatva szállt a mindenféle szófaj. Így külön zsákba kerültek a főnevek, melléknevek, igék és igenevek, határozók, névmások, névelők és névutók. A ragoknak, igekötőknek már csak Móricz kalapjában és zsebeiben jutott hely. Egy szónak is száz a vége, Móricz elégedetten távozott innen is kutyájával. Hátán a rengeteg zsák úgy dagadt a szélben, mint egy hatalmas légkömbköteg. Hazaérve a zsákokat, sűrű sorokban felaggatta a diófa ágaira. Időközben a patak mentén lakó emberek, akik már nem tudtak volna meglenni a mesék nélkül, hírét vették a mesemalomnak. Feltarisznyálták örömüket, bánatukat, és a forráshoz érve átadták a molnár fiúnak, aki mindjárt le is járatta a malmon. Ettől a naptól kezdve a malom soha nem fogyott ki a meséből. A molnár és kutyája egész nap ott ült a patakparton, felügyelve a mese folyamot. Mielőtt még megszakadt volna,
Móricz fogta a következő zsákot, és jól felöntött belőle a garatra.